Sziasztok! Ma hoztam nektek egy tárkonyos csirkelagulevest és második nap palacsintát. Itt a leves az a hozzávalók, fél kiló csirkemell, egy fej nagy vörös hagyma, zöld borsó, fehérrépa, sárgarépa és krumpli. Mutatom is, hogy hogy kell készíteni. Olajban megdíszítjük a vörös hagymát, és utána bele fogjuk rakni a csirkemellet. Ezt fehéredésig fogjuk. Akkor már majdnem kifehéredett, rakunk bele egy teáskanál tárkonylevelet mordolta, hogy jobb íze legyen, de majdnem biztos kelleni fog bele. És most már jöhet bele a zöldsége. Már felöntjük vízzel, és rakni fogunk bele két darab jókós leves kockát. Most már felöntöttük vízzel, most már jöhet bele a leves kocka. Egyelőre kettőt rakok bele, majd látjuk. Közben megcsináljuk a palacsintát is, mutatom azt is. Most pedig el fogjuk készíteni a palacsintát. A tálba raktam fél kiló lisztet, két csomag vaníliás cukrot, egy kis kanál sütőport, két darab tojást és fél deci olajat. És ásványvízzel fogom felönteni, csomómentesre kikeverjük vele. Közben készítettem a palacsinta tésztával, ilyen állagúnak kell lennie. Most már lehet kifelesítni. Szépen fő a levesünk is, közben megkóstoltam, kell még bele tyúkós leves kocka, egy pici fokhagyma, egy pici bors és só. Aztán elkészítjük a habarást is. Két evőkanál liszthez adok hozzá, hát én most ilyen növényi tejszínt fogok hozzáadni, mivel Emil nem eheti a teljes dolgokat, csak a növényi dolgokat. Ezt szépen csomómentesre kikavarjuk. Mikor megfőtt már a zöldség, meg a hús is, egy kanál mustárt rakunk bele. És így főzzük egy picit. Kész van a levesünk, most már csak a habarás jön. Egy kis lét öntök rá, nem baj, ha belemegy a borsó vagy a zöldség. Így is visszakerül. Hőkiegyenlítés miatt szépen. Most pedig jön a habarás. Pedig főzzük, hogy ne legyen lisztízű. Mikor már megfőtt, kész vagyunk, elzárjuk, egy fél citromlevét beleöntjük még az ízekedőért. Most pedig majd jövök a tálalással.